reggelt kívánunk mindenkinek. Egy óra múlt 6 perccel. Szeretnék kimenni, de hát beállt ide a kollega elém. Nekem viszont mennem kell. Szólnom kellett neki, aztán így most előrébb áll, és akkor én talán ki tudok menni, hogyha előrébb áll. Csak azért akarom megmutatni, hogy hát ilyenek is vannak, mert muszáj lesz. Román kollega. Egyébként nem nagyon esett jól ez az éjszaka, mert itt jobb oldalon pont beállt a ütős kollega ide elénk. És akkor nekénünk a túrának, 4 óra 30-as a lerakom, és még van 200 kilométerem, ezért kell ez a korai indulás, plusz beszeretnék menni a telephelyre tankolni. Visszatérünk a 3-asra, irány a határ, és aztán utána pedig megyünk az első lerakóra. Remélem minden simán fog menni, rendesen tudok haladni, hát ugye 60 az kell osztrákba. Úgyhogy haladunk. Jelzésértékkel mondom, most lépjük az infolyót. 1 óra 46 perc van. És itt a német-osztrák határ, ami most éppen átotorkálunk. Reggel itt 60-azni kell, hogy szépen nyugodtan, nem kapkodva, megyünk szépen Ausztriába. Meglátogatjuk a telephelyet, ahol tankolok, utána pedig megyünk az első lerakóra, ami 4 óra 30 perces. Megérkeztünk a telephelyhez, 3 óra van. Úgyhogy szépen bemegyek, megtankolok, és akkor utána folytatjuk tovább az utat. Egyelőre ennyi. Hát kérem szépen, tankolás megtörtént, le is fürödtem, ha már itt vagyok. Rendbe tettük a technikát, mehetünk szépen túrára, 3 óra 30 perc van, és 4 óra 30 perces a lerakok. Ami lecsük nekem most. Úgyhogy már gurulhatunk is, elhagyjuk a telephelyet. Hát kérem szépen, a lerakásunk megtörtént, menjünk a másik helyre, 6 óra van. Kihatolunk innen, aztán iszki ritát, még sötét van, látnivaló nincs, van egy fél órás átállásom. 7 órás lerakó, 6 óra van. Kivettem egy órás pihenőt, mert addig nem raktak le, úgyhogy már mehetünk is. Megérkeztünk a második számára. A következő számára. Lehetőségnél fordulj jobbra. Lerakunkra. Itt lesz a lerakásunk valahol. Most hol kell bemenni. Újra tervezés. Lehet, hogy hátulról kell melbe. Melba. Próbáljuk itt. Biztos. Mindegy, nekem is kell lerakni valahol. Hát csak nem ez a kihajtás. Hát nem hiszem, hogy itt kéne bemennem.
megkeressük a másikat. Na mindegy, itt van. Hát kérem, lerakásunk megtörtént. Jó. Megjött a munka, 15 kilométeres átállás. Ez nem sok. És Klagenfurtba megy az áru. Szépen fölmegyünk az autópályára, legalábbis a főútra még. Visszafordulunk. Így mi is itt fogunk majd kapni. Árut, és ezzel megyünk oda Wolfsberg Klagenfurtnak. Rátérünk egy kicsit az A1-re, megteszünk rajta 8-3-at, 14-re pedig már ott leszünk a felrakón. A nagy bútoráruháznak a még nagyobb széke. De mivel egy órakor már kezdtem, 14 óráig dolgozhatom, úgyhogy addig kell, hogy beleférjen, ami belefér. Úgyhogy megyünk, csináljuk, egyelőre A1, 7 km múlva megyünk. Elhagyjuk az A1-et, megyünk egy kicsit az A1 felé. 5 km és megérkezünk. Szépen lámpától lámpáig, még 2 kilométer is leszünk. Már mehetünk is.
parkban lesz, aminek örülök. Nagyon remélem, hogy valami rampás lesz, és fölhányják a tucat, aztán már mehetek is. Úgy megyünk, hogy az A9-et keressük meg, visszamegyünk A8, A9, meglátom, és szerintem ott oktatna átvágunk majd, és az A2-ről támadjuk Klagenfurtot. Kiegészítést, amit én nem tudok mire vélni. Hát ide jövünk, csak innen lehet támadni. 300 méter után fordulj jobbra. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Majd a következő lehetőségnél fordulj balra. Jó, akkor én most elmegyek egyet balra, mert szerintem ez lesz a cél. Nem balra. Valahogy ezt megtámadjuk. Igen, megjöttünk, itt lesz a felrakásunk. Hát kérem szépen, a felrakásunk megtörtént, indulunk. Szépen kihatolunk innen a cégtől. Csak árut kaptunk, ezzel most még tudunk menni, hát fél dél lesz egy pár perc múlva, ugye nekem maximum 2-ig van tevékenységi időm, úgyhogy ennek gyorsan vége lesz ennek a napnak. Most megyek még egy jó 2-2,5 órát, hogyha akkor találok egy pihenőhelyet, parkolót, akkor ott megállunk és zárjuk a napot, és akkor holnap reggel 5 óra 30-as lerakónk van, úgyhogy azzal meg vígan odaérhetünk. Elhagyjuk Crown városát. Nem is, nem bizony, nem is tudom, hogy város, ezért szoktam települést mondani, nem tudom, hogy melyik város, melyik nem. Keresünk az a 9-es pályát, ugye 8-as folytatása, lefelé Grác felé.
Fordulj vissza a körforgalomban. Negyedik kijárat. Na jó, hát akkor visszafordulunk. Ez a biztos. És értem én ezt, de mindegy. Fordulj balra. Csak vissza kell mennünk, hát nincs mese. Csak nem nyúfani jöttem. Igen, mert mi onnan jöttünk gyakorlatilag. 400 méter után, fordulj jobbra. Na mindegy. Mit? Mondja Lari. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Megkeresem a pályát. Nem is tudom, miért így hozott. Na mindegy. 300 méter után fordulj jobbra. Mit raktunk gyakorlatilag? A következő lehetőségnél fordulj jobbra. A következő lehetőségnél fordulj balra. Jó. Salzburg felé, és akkor arra megyünk rá majd az A. Hát még lehet, hogy lesz belőle még A25 is, A1, A25, és akkor úgy az A8. Valószínűleg. Túllépted a sebességhatárt. Elbénáztam, de hát nem baj. Megfordultunk, aztán jól van.
itt most megyünk egy kilométert, aztán általánunk a pályát. Majd pedig meglehetjük az A7-es számú pályát. Jön jobbra. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Két kilométer után tarts jobbra. Igen, megyünk az A1, A25 és akkor úgy megyünk az A8, A9 felé. Itt most 2 kilométert megteszünk az A7-esen. Egy szép jobbra kanyarral már megyünk is rá az A1-re, nem sokat voltunk a 7-esen. És utána pedig megyünk rá az A25-re. Az A25-ről pedig vágtatunk az A8 felé. Elhagyjuk az A1-et. Irányoljuk az A9. 900 méter után tarts jobbra. Minusz 2 fok van, elég kényes a táj. 150 km-re néztem ki egy előhelyet maguknak. Az körülbelül még jó második 2 óra. Irány a 8-9. Tarts balra. Grác felé. Első körben most megteszünk 132 km. Azzal körülbelül el is érjük a S36-ot. Túllépted a sebességhatárt. Úgyhogy most 10 kili van. Megyünk, ha szépség lesz, akkor majd jövök. Festői a táj, nagyon szép ezzel a kis zuzmarás fehér lepellel a fákon, nagyon tetszik. Még robogunk 130 km-t, aztán átérünk az S36-ra. Már lehet, hogy előtte megállok. Most van még dél. Még az is lehet, hogy az S36-ig elmegyek. Van egy pihenőhely, oda kiállok, remélem, hogy még lesz helyen, akkor délután, és akkor ott megpihenünk. Szikrázó napsütés, vagy egy gyönyörű tájon robogunk alagútról alagútra. Keressük a pihenőhelyünket. Még egy jó, egy másfél óra múlva el is érünk. Gyönyörű hegyek közé érünk. Most egész addig megyünk az A9-en, ameddig elmérjük az S6-S36-os kereszteződést, és ott az S36-on folytatjuk tovább. Ez egy 8 pont Szent Mikaelnél, de ez nem összekeveredhető a másikkal, ez az A10-nél van. Nem jön közben semmi, akkor 80 km múlva elhagyjuk az A9-et. És közben gyönyörködünk ebben a havas tájban. Ott a háttérben lévő
megyek. Színes itt meg számukra. Nagyon-nagyon szépek. Főleg mondom ebben a ragyogonos ütésben. Itt vannak mi. Itt van közelről ez a gyönyörűség. Teszünk mondjuk az A8-on.
aztán az S6-S36 vesztőjével megkeresik az S36 felületet utat. Ez egy kis völgyhíd. Mármint hosszon egy picike, de magasság végem. A kollega mellé aztán nem is, de a videó megint szomszédból elég egy is.
kihasználjuk azt a kis bokrost is, hát ha az is fog valamennyit zajt. És akkor itt zárjuk a napot. Köszönöm, ha ma is engem választottatok, néztétek a videót. Mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom. Sziasztok! Béke legyen veletek!